100%-ig biztosak abban a migránsok Görögországban, hogy megnyitják majd előttük a határt, hogyha a karaván elindul. Erről beszéltek a Híradónak a Szaloniki közelében várakozó bevándorlók. A migránsok arról is beszéltek, a szervezők nem árultak el túl sok részletet nekik az út sikere érdekében, de többen is úgy fogalmaztak, hogy nagyon bizakodóak. A Görögországban hetek óta szerveződő Reménysugár karaván nevű akcióhoz a közösségi oldalakon már ezrek csatlakoztak, és a hírek szerint a migránsok még ezen a héten elindulhatnak. Szaloniki térségében jelenleg hivatalosan is 4000 migráns várakozik. Görögországban ez az egyik olyan hely, ahol a legtöbb migráns gyűlt össze. A befogadó központok rendkívül túlzsúfoltak. A javatai táborban ezren férnének el. Ehhez képest jelenleg mintegy 3000 migráns várakozik itt. A bevándorlók közül közben többen is arról beszéltek az M1-nek, csatlakozni szeretnének ahhoz a migráns karavánhoz, ami a tervek szerint még a héten elindulhat Görögországból Nyugat-Európa felé. Nagyon sok ember szeretne eljutni a határ felé, de nem tudjuk még, hogy ez melyik nap lesz és mikor. A csoport vezetői azt mondták, 10 000 ember csatlakozik a karavánhoz, hogy megnyissák előttünk a határt. Nagyon boldog vagyok, mondta ez az iraki migráns, aki az út sikere érdekében nem akart ennél többet elárulni a készülődésről. A migránsok biztosak abban, hogyha elég sokan lesznek, akkor átjutnak az útjuk belső határokon. Akivel beszéltünk, azok azt mondták, hogy a karaván szervezői egyelőre titokban tartják a tervezett útvonalat. No one know. Should be Albania, should be Macedonia. Az útvonalat senki sem tudja, lehet, hogy Albánia, de lehet, hogy Macedónia felé indulunk, mondja ez a másik kurd migráns. Görögországban hetek óta szerveződik a Reménysugár karaván nevű akció. A tömeget a közösségi oldalakon toborozzák, az árt csoportokhoz a hírek szerint már több ezren csatlakoztak. Balkáni tudósítónk Muci Attila már Görögországban figyeli a karavánnal kapcsolatos előkészületeket. Szervusz, hát az imént is kiderült, hogy a szervezők azért titkolják, hogy pontosan merre kívánnak indulni, de az a kérdés inkább, hogy merre érdemes elindulniuk, merre lehet a legkönnyebb az átjutás. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Nos, valóban nagyon nagy továbbra is a titkolózás. Mi is alig tudjuk nyomon követni, hiszen a migránsok által használt közösségi oldalakon megtévesztés céljából valószínűleg hol a kurdok által beszélt kumandzsi nyelvet használják, hol arab nyelvet, hol pedig pastu nyelvet. Az, ami most már biztosnak tűnik a jelen pillanatban, ugye változtattak a kiindulás városán is. Korábban arról volt szó, hogy Ioanninában indulnak, ami innen mintegy 250 kilométerre van Szalonikitől, oda az albán határ van közelebb, most viszont a kurdok javaslatára, mondván, hogy úgyis itt többen vannak, több ezer migráns van eleve, Ioanninába pedig akadályozták a görög rendőrök, hogy eljussanak a migránsok is, megszerveződjön, vagy szerveződjön a migráns karaván, most ez eldőlt, hogy Szalonikiből indulnak, és innen Szalonikiből nézve talán a legkézenfekvőbb az, hogy Észak-Macedónia felé indulnak, hiszen az innen mindössze 70 kilométerre van a görög észak-macedón határ, míg az albán határ 250-300 kilométerre van, és erre enged következtetni az is, hogy arra indulnának a migránsok, hogy korábban arról beszéltek, hogy 7-10 napig tarthat az útvonal, vagyis a karaván, hogy elinduljanak és megérkezzenek az Európai Unióba, ez pedig a legrövidebb út Macedónia. Észak-Macedónián és Szerbián átvezet. Attila, az is kérdés, hogy a görög hatóságok várhatóan hogyan reagálnak majd, hogyha egyszer csak több ezren elindulnak. Erről lehet valamit tudni? Mint azt említettem, amikor próbáltak eljutni különböző görögországi befogadó központokból Ioanninába, az eredetileg tervezett kiindulási pontra, akkor úgy tudjuk a migránsoktól, hogy akadályozták ebben a görög rendőrök. Egyébként itt Szalonikiben ebből nem tapasztaltunk eddig semmit. Azt tapasztaljuk, hogy a migránsok által használt közösségi csoportokban, a közösségi oldalakon felhívást intéz több közel-keleti nyelven a görög bevándorlási hivatal, hogy felejtsék el azt, hogy megnyitják a határokat előttük. A határok csak egyszer voltak járhatóak 2015-ben, az nem fog megismétlődni, de azzal is megfenyegették, vagy úgymond utaltak rá, hogy amennyiben egy hétig sem jelentkeznek a befogadó központjukban azok a migránsok, akik esetleg elindulnak, ha elindul ez a karaván, akkor megvonják tőlük a migránskártyák által nyújtott pénzbeli támogatásokat. Úgy néz ki, hogy minden attól függ, hogy valóban
sokan megindulnak, megszerveződnek, több ezren is annyian elindulnak, mert akkor ha Albánia felé mennek, ha Észak-Macedónia felé, nagyon nagy bajban lesznek a mindkét ország hatóságai. Muci Attilának köszönjük szépen!